Köszöntjük a videoblog nézőit! Nemrégiben Szádváron jártunk a Szádvárért baráti kör meghívására. Megnéztük a szádvári régészeti feltárásokat, és részt vehettünk egy remek programon a baráti kör meghívására, ahol a újhelyi vár ásatási eredményeiről és a fejlesztési tervekről beszélgettünk. Nagy élmény volt mindez, köszönöm innen is ezt a meghívást. Kaptam egy nagyszerű pólót és számos más ajándékot is, amit szintén nagyon köszönök. Szádvár egy nagyszerű hely, azt gondolom, hogy ami ott zajlik, az minden tekintetben példaértékű. Nagyszerű emberek vannak egy nagyszerű projekt mögött, és mindannyiaknak azt ajánlom, hogyha idejük, engedés, kedvük úgy tartja, akkor keressék fel ezt a mesebeli helyszínen lévő várat, amely az egyik kedvenc magyarországi várunk. Összesen két kedvenc várunk van. Itt vagyunk Sátoraljaújhelyben. Lássuk, hogy mi történt itt az elmúlt napokban. Egy új útvonalon a vár egy platójának északkeleti részénél jöttünk föl a vár területére. Itt elkészült egy nagyszerű tereplépcső, illetve még nincs teljesen kész, mert látható, hogy mi mindig dolgoznak a szakemberek, de a készhez közelít most már erősen. Nagyon jó ez a lépcső, annyira jó, hogy akár Szádváron is lehetne. A vár állagvédelmi falazási munkálatai a déli vár részen folytatódnak. Most tartósan ezen a területen fognak dolgozni a köművesek, az itt lévő épületegyüttesnek, lakó, reprezentatív funkciót ellátó épületegyüttesnek a még be nem fejezett falkorona lezárási munkálatai zajlanak. A közlekedőnek vagy kapuajnak nevezett épületrésznél zajlik egy falkorona állagvédelem, és az innen keletre lévő nagyméretű ciszternát is magába foglaló helyiség falazásával folytatódik. A munka. Itt kisebb léptékű falazásokról van szó, szigorúan csak a falkorona lezárások és egy-két kiromlott falsíknak a javítására kerül sor, de egy sokkal rendezettebb és szebb állapotot fognak mutatni ezek a falak. A régészeti feltárás ezen a héten szünetel, a Ráckevei Ady Endre Gimnázium régésztábora lezárult. A munkálatok, ahogyan arról beszámoltunk, a vár déli részén lévő sziklaárokban, annak is a keleti felén zajlottak. Nagyon sok törmeléket kitermeltek innen a lelkes diákok, mögöttem látható a sziklaároknak a metszetfala, ahol állunk, az pedig még nem az árok feneke, itt még nagyjából egy ilyen 1-1,5 méteres mélységet prognosztizálunk, és akkor fogjuk elérni az árok alját. Azt viszont lehet látni, hogy nagyon szépen megvan a szikla oldala ennek az ároknak, nem csak az északi, hanem a déli részen is jelentkezett már a természetes szikla felszín, meglehetősen összeszűkül az ároknak ez a szakasza, amit azért annyira nem bánunk, mert így kevesebb törmeléket kell kitermelni innen, ami így is nagyon sok. A várhegy tele van meglepetésekkel, ezen a héten találtunk egy piros traktort, ami rejtés körülmények között került ide, egy hosszas nyomozás után mégis annyit derítettünk ki, hogy ahol ez a traktor állt, azt a tulajdonosa nem találta megfelelő helyszínek, ugyanis beleültek és illetéktelenek nyomkodni kezdték a gombokat és tekergetni a kormányt, és úgy gondolták, hogy itt sokkal jobb helyen van, biztos be fog válni ez a számításuk. Megtartottuk szokásos nyereményjátékunkat, az eheti két szerencsés nyertesünk Balla Krisztina és Varga László. Rövidesen postázni fogjuk számukra a múzeumunk ajándékboltjából összeállított nyereménycsomagokat. Arra buzdítjuk azokat, akik még nem iratkoztak fel a YouTube csatornánkra, hogy ezt tegyék meg, és jövő héttől ők is részt vehetnek ezen a kis sorsoláson. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, jövő héten újra találkozunk. Okay.